1935-ben készült az első magyar szinkron, azóta 80 év telt el. Itthon szinte kultusszá vált a szinkronizálás. Sokan szeretik, de sokan ellenzik is. Legendás múlt, kérdéses jövő. Hadházi Fanni riportja. Elnézést! Még egy apróság. Ugye ismerős a hang és a név is. Ő ugyanis Szabó Gyula. De mondhatnánk még Galambos Pétert, Dallos Szilviát, vagy éppen Kökényesi Ágit. Ismert szinkronhangok, akiknek a nevét és a hangját ezerszer hallottuk már. Kedvenc csemegyék, mostól megimádni fogod! A szintén legendás szinkronrendező Nikodém Zsigmond osztotta meg ezt a videót, ugyanis az idén 80 éves a magyarországi filmszinkronizálás. A nevem Bond. James Bond. Ez pedig már James Bond, azaz Kautsky Armand, aki szintén több mint 30 éve szinkronizál. Olyan színészek hangjaként hallottuk őt, mint Tom Cruise, vagy éppen John Malkovich. Szerinte a magyar szinkron titka a jó színészekben és a minőségben rejlik. Amikor a szinkron kialakult Magyarországon 80 évvel ezelőtt, de hát mondjuk inkább azt mondom, hogy az elmúlt 50 évben futott föl nagyon, akkor egy olyan struktúra volt, hogy az ország legjobb színészei vettek részt ebben a munkafolyamatban. Kevés film volt, tehát megengedhette magának egy rendező, hogy szinte csak Kossuth díjast válasszon. Elég arra gondolni, hogy mondjuk a Flintstone család egy nagyon kedves rajzfilm sorozat, és 4 Kossuth díjas volt a hangja. És persze vele is előfordult már, hogy felismerték. Felrázva, nem keverve. A hangja alapján. Most is a Balatonon többször van, hogy miközben kérem a lángost a Balatonon, akkor oda fordulnak és mondják, hogy jaj, mintha a tévét hallanánk, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és ahol lehet, én ennek megfelelek, ha azt mondják, hogy csak annyit mondjon nekem, hogy a nevem Bond, James Bond, akkor természetesen mindig mondom. Meg kell védenem az örökségemet, a tiédet és Johnnyét is. Ha küzdeni kell érte, küzdök is köröm szakadtáig. Persze 80 év sok idő, azóta kinyílt a világ, sokan ellenzik már, hogy a filmek nagy része magyarul menjen. Még mindig nehéz olyan mozit találni, ahol eredeti nyelven lehet filmeket nézni. A magyarok ezt szokták meg, tehát van egy tradicionális része ennek a dolognak, megmondom őszintén én is. Nem szeretem, amikor elvonja a figyelmemet az, hogy olvasnom kell a színészi játékról, hiszen akkor nem tudok teljesen arra figyelni. De ma már van egy olyan réteg, aki olyan szinten beszél külföldi nyelveket, hogy talán meg kell adni a lehetőségét, egy alternatívát, hogy egy gomnyomással talán erre a technika ma már lehetőséget is tud adni, hogy úgy, amikor DVD-t nézzünk, hogy ki tudjuk választani a nyelvet. Tehát a szinkron él és virul. Az igény még mindig megvan rá. Hadházi Fanni, 7:24.